A rendkívüli testületi ülésen először napirend előtt Ladomirszky László önkormányzati képviselőkért tájékoztatást a II. Rákóczi Ferenc általános iskola felújításával kapcsolatban, amelyre Erdős Tamás tanácsnok adott átfogó választ, kiegészítve azt a többi beruházás jelenlegi állásával. A jelenlévő városhatják ezt követően tértek át a napirendi pontokra. Elsőként a bérbeadandó földterületek témakörét vizsgálták meg a képviselők. Földterületeink hasznosítását elő kellett készíteni és visszahozni a testület elé. Több mint 500 hektárról van szó, amelyre kaptunk árajátot. Három cég is szerette volna ezt az 500 hektárt egyben megvásárolni. Ekkor azonban a napirendi pont tárgyalásánál úgy döntött a képviselőtestület, hogy előbb próbáljuk meg a saját lakosainkat helyzetbe hozni. Azt is úgy, hogy nézzük meg ki, melyek azok a területek, amelyeket bérbe tudunk adni, amelyek hasznosíthatóak, hiszen így az önkormányzatnak ez egy hosszú távú előre kiszámítható bevételt jelent, és a vállalkozóknak is jó, hiszen ahogy azt már az előbb mondtam, ők igénybe tudják venni ezekre a területekre az állami támogatást. Nézzük meg, melyek ezek a területek, és a maradékot értékesítsük, ne egybe egy cégnek, ha lehetőség van rá, hanem elsősorban a pataki lakosoknak, akiknek a saját területei mellett találhatók még jelenleg gondozatlan önkormányzati területek, amelynek a gondozását ők szívesen vállalják, és akár meg is vásárolnák ezeket a területeket. A képviselők úgy döntöttek, hogy a külterület zárt kert esetében 20 000 forint per hektár per év, illetve a felső határban 15 000 forint per hektár per év, egyéb művelési ágba tartozó földterület esetében elhelyezkedéstől függetlenül 10 000 forint per hektár per év lesz a bérleti díj. Az önkormányzat az 500 hektárból elsőként közel 200 hektárt szeretne így módon hasznosítani. Emellett egy faépület megszerzéséről is döntöttek a jelenlévők. Régi horgászfaluban van egy olyan horgásztelek, amelynek a földterülete önkormányzati tulajdon, a rajta lévő felépítmény pedig a honvédségé. Mivel a honvédség egyik alkalmazottja jelezte a vételi szándékát, arra hivatkozva, hogy ő ezt a felépítményt már megvásárolta, ezért döntöttünk akkor úgy, hogy ha nekik megéri, akkor nekünk is megéri az, hogy a mi földterületünkhöz vásároljuk meg ezt a felépítményt. Ekkor kerestük meg írásban a illetékes kezelőjét ennek a faháznak, akik nem zárkóztak el az átadástól, jelen esetben egy ingyenes átadásról van szó. A képviselőtestületi döntést követően az önkormányzat tájékoztatja a Honvédelmi Minisztériumot, ezt követően történhet meg majd az ingyenes átvétel. A rendkívüli ülésen emellett alapító okirat módosítását fogadták el, amellett, hogy a Kulturális Bizottság által benyújtott támogatási kérelmet a jelenlévők többsége ugyancsak megszavazta.